25. alkalommal hirdette meg a Magyar Természettudományi Múzeum az év természetfotósa pályázatot. Ez a profi és az amatőr fotósokat is alkotásra és természetjárásra inspirálja. 170 pályázó közel 3000 alkotásából választották ki szakemberek azt az 52 fotót, amely idén harmadik alkalommal látható a Váci Mihály Kulturális Központban. Az, hogy itt van, az azért fontos, mert hogy változik a világ és változik az időjárásunk is, el fog tűnni természetszerűleg ennek a szépségnek egy része, mert nem erre a hőmérsékletre van kalibrálva. Amíg megtehetjük, addig fotózzuk, addig nézzük meg, mert tényleg gyönyörű az, amit az ember akár a szemével is lát, de ezek a részletpillanatok, amelyek ki vannak fotózva, ezeket biztos, hogy a szemünk nem képes látni, ezt csak fotón lehet megörökíteni. A fotók elkészítéséhez elengedhetetlen a természet és a benne élő állatok bioritmusának ismerete. A fotósnak tudnia kell, melyik állat mikor aktív, vagy az adott növény mikor virágzik. Az így elkészült fotók fejlesztik a szép érzéket, az együttérzést és az elfogadást egyaránt. Az elmúlt években évente 8000 látogató nézte meg a természetfotó kiállítást itt Nyíregyházán. Tehát van ennek keletje, én azt gondolom, mert az ember erre nem képes, erre nem mindenki képes, ezt el kell jönni és meg kell nézni, és csodálkozni kell azon a szépségen, amit 52 képben le van fotózva. A fotókon látható tengerek, állatok és növények közül jó néhány olyan, ami Magyarországon nem látható. De számos olyan természeti csodát is megörökítettek a fotósok, amelyekből jól látszik, milyen csodaszép országban élünk mi, magyarok. A kiállítás november 25-ig látható díjmentesen.